Lezárt szekrényben, rekeszes tárolókban őrzik a diákok telefonjait egy nyíregyházi iskolában. A tanulók ugyanis idén a mobiltelefon használatot korlátozó rendelet alapján már nem használhatják okos eszközeiket az oktatási intézményekben. A diákokat olyan szempontból nem érintette ez nagyon érzékenyen, hogy mi ezt már évek óta alkalmazzuk, ezt a technikát, tehát tulajdonképpen nem volt nekik újdonság. A nehézséget inkább az okozza számunkra, hogy hogyan is valósítsuk ezt meg, hiszen most már jogszabályban van ez rögzítve, hogy elzárt helyen kell tartani, és a házi rendben szabályozzuk, hogy ez pontosan hogyan történik. Nem olyan egyszerű. Azt kell tudni ugyanis erről, hogy nálunk egy több célú intézmény van, általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola, és ráadásul én még ketté választanám az általános iskolát is, úgyhogy vannak alsó tagozatosok, vannak felső tagozatosok. Én úgy gondolom, hogy az alsó tagozat, felső tagozat, gimnázium, művészeti iskola, tulajdonképpen négy párhuzamos univerzum, teljesen más világ. Mivel a jogszabály egységesen szabályozza az eszközhasználatot, egy ilyen több célú intézményben nagyon nehéz olyan házi rendet megfogalmazni, ami mindegyik korosztályra alkalmazható. A készülékeket tanítás előtt kellene összegyűjteni és a nap végén kiosztani, de a gyerekek életkori sajátosságaiból fakadóan mások a telefonhasználati szokásaik. A középiskolások nem egyszerre érkeznek a gimnáziumba, és nem egy helyre érkeznek. Nem ritka az, hogy egy osztályból az osztálynak egy negyede csak harmadik órára érkezik meg, a másik három negyede pedig az első órákat három különböző tanteremben tartja, mert különböző fakultációkra járnak. Utána ezek a telefonok hogyan fogják megtalálni egymást, tehát az osztályai hogyan fog egy helyre kerülni, és délután pedig, amikor szintén különböző időpontban mennek haza, ki az, aki mindig egy olyan helyen tartózkodik egy felnőtt, hogy át tudja a diák számára adni. Ha például a gyerek bejáró, és éppen nem talál senkit azon a helyen, ahol a telefonok vannak elzárva, könnyen elképzelhet, hogy a buszt lekési, mert nem tudja a telefonját átvenni. Testnevelés órák problémája még egy külön probléma. Ha reggel az első óra testnevelés, hogyan történjen meg akkor a telefonok begyűjtése? Tehát ezzel kapcsolatban el tudom azt mondani, hogy magával, a jogszabálynak a céljával egyetértünk. A technikai kivitelezés azonban okoz még nehézségeket. Gálottó hozzátette, tesztelik a rendszert, figyelik, hogy milyen problémák merülnek fel, és biztos, hogy finomítanak még a részleteken. A bejelentés óta a jogszabályban is történt változás. Az egyes típusú cukorbetegséggel élő gyermekek például maguknál tarthatják a mobiltelefont. A betegséget a szülőknek orvosi papírokkal kell igazolniuk.